két gyermek édesanyja vagyok. Nagyobbik fiam az már 18 éves elmúlt, a lányom 16 éves. Nagyon örültem, amikor első osztálytól kezdve csak ugyanolyan hitoktatók kezdték őket nevelni, oktatni, akik még tovább vitték ezt az általunk elindított magot, és láttam, hogy mennyire érdeklődnek, mennyire szívesen olvassák a Bibliát, vagy írnak egy-egy szép fogalmazást a hitoktatók által kért témában. Én, mint szülő, nem biztos, hogy rá tudtam volna venni ezekre a dolgokra, hogy ő Bibliát olvasson ilyen szinten, tehát hogy elmélyedjen ennyire a Bibliában, vagy hogy akár a teológiai témákkal ennyire foglalkozzon. Így volt az előttük egy cél, közelebb kerültek az Úr Jézushoz, és ezt nem lehet se diplomákban, sem eredményekben lemérni, és hogy mai napig aktívan templomba járnak, és reménységem szerint meg is maradnak a Jóisten mellett. Tehát én nagyon fontosnak tartom a hitoktatást az iskolában. Sok gyerek csak ugyan nem hal se honnan máshonnan a Jóistenről, csak esetleg az iskolából, de azok számára is, akik mondjuk esetleg otthon vallásos nevelést kapnak, szerintem egy szülő sem tudja olyan rendszeresen átadni ezeket az ismereteket, mint ahogy ezt ők az iskolában megkapják. És a másik a szeretet, amit kapnak ugyanúgy a hitoktatóktól. Tehát mind a két gyerekemnél láttam, hogy nem csak megtanulták a tananyagot, hanem ragaszkodtak is a hitoktatóikhoz, és az ő kedvükért is szerettek tanulni hittamból. Olvasgatták azt, amit feladtak nekik. Tehát én ezért köszönettel tartozom a tanáraiknak, hogy eddig is segítettek nekik, és biztos, hogy ez kamatozni fog az életük során.